Az elhízás korunk egyik népbetegsége. Azt, hogy ki elhízott, általában a súlya alapján határozzuk meg. A mérleg azonban a testtömegen kívül nem sokat árul el, márpedig ahhoz, hogy sikeres legyen például a fogyókúránk, sokkal több információra van szükség. Úgy kell ráállni a gépre, hogy a sarok menjen azon a kerek részén, a talpa pedig ezen a tappancsos részen. Így néz ki egy testösszetétel vizsgálat. Ez a készülék néhány perc alatt teljes képet ad rólunk. Megméri a zsír és izomtömeget, az izmokban tárolt fehérjét, a csontok ásványanyag tartalmát és a testünkben lévő víz mennyiségét is. A diagnózis után pedig össze is hasonlítja az eredményt az optimális értékekkel. Mivel az izom és a zsír nem olyan nagy mértékben különbözik így egymásról, ezért a testzsír százalék egy picit magasabb. Tehát azért ajánlja önnek a gép, hogy izmosodni kell. A testösszetétel vizsgálat nem csak diéta előtt hasznos, bármilyen betegség feltérképezésében segítség lehet. Ajánlott serdülő gyermekeknél, aki sportágat szeretne választani, ajánlott terhesség előtt, kismamáknak, terhesség után, szülés után. Nagyon fontos, hogy visszanyerjék a kívánatos testösszetételüket. Ajánlott gasztroenterológiai megbetegedésekben, lisztérzékenységben, amikor felszívódási zavarok vannak. A diagnózis alapján egy dietetikus könnyebben állít össze étrendet a fogyni vágyóknak, ha pedig szükséges, további vizsgálatokra küldi a pacienst. Ezen a klinikán a testösszetétel mérésen túl gyakorlatilag komplex emésztőszervi kivizsgálást is végeznek. Megtalálható az úgynevezett kilégzéses tesztek, hidrogén kilégzéses tesztek. Ezekkel nagyon gyakori emésztőszervi betegségeket, kórképeket, panaszokat lehet kivizsgálni. Megemlítendő a tejcukorérzékenység vagy laktózintolerancia, de lehet a fruktóz, a gyümölcscukor iránti intoleranciát is vizsgálni, illetve egyéb élelmiszerek vagy élelmiszeralkotó elemek iránti intoleranciát is tudunk ezekkel a módszerekkel vizsgálni.